magyarországi eseményeket tekintve, és visszagondolva 1989-90-es évekre, amikor még én is Magyarországon éltem, ön hogy látja, hogy ez az valósult meg, amit akkor mi reméltünk? Hát nyilvánvaló akkor egy erős illúzió éltett az országot. Leginkább az az illúzió, hogy a szabadság az a jólétet is elhozza. Tehát mi csatlakoztunk a nyugati világhoz, és hamarosan a nyugati jólét az a sajátunk lesz. Ehhez képest ma azt tapasztaljuk, hogy a rendszerváltoztatás óta az emberek egy jelentős része vesztese volt az új világnak. Nem találja a helyét, nem találja a biztonságát, és csalódott abban, ami létrejött. Azt gondoltuk, hogy megszabadulunk a szovjetektől, a saját magunk urai leszünk, és ez az új pozíció, ez jobbá teszi a környezetet, és ez sajnos nem így van. Magyarország és a közép-európai országok továbbra is a periférián egyengetik az életüket, és az úgynevezett magországokhoz nem közelítettek gazdasági értelemben, és így élet tekintetében sem. Nemhogy nem úgy, ahogy azt reméltük, de a számokat nézzük, akkor egyáltalán közelítettek. Nőtt az életszínvonal Magyarországon, de nőtt a magországokban is az életszínvonal, és a kettőnek a távolsága az nem csökkent. Tehát sok összetevője van ennek, hogy ebben a... És az nem csak Magyarországra igaz, tehát lehetne keresni a magyarországi gyökereket, hogy mit rontottunk el, és ezt kell is. Az embernek mindig jó, hogyha saját maga felé fordul, és keresi a maga hibáját, akkor tudja igazán jobbá tenni a jövőt. De ez sajnos így van a többi közép-kelet-európai országban is. Sok kanadai barátom van, ismerősöm, akikkel beszélgettünk magyarországi dolgokról. Nyilván csak azokat tudják, amiket újságokból, rádiókból, internetből értesülnek. És számukra nem egészen világos az, hogy itt van egy ország, Kanada, amelyik akár Ontario, de akár egész Kanadát tekintve egy liberális ország. Itt a multikulturalizmus működik. És azt hallják, hogy Magyarországon illiberalizmus épül, illetve a multikulturalizmus az nem egy járható út. Mi a véleménye ezzel a két ország összehasonlításával kapcsolatban? Hát nehéz összevetni két olyan országot, amelyik egészen más múltra, történelmre tekint vissza. Kanada, akár csak az Egyesült Államok egy szabad terület volt, ahova érkeztek különböző nációk, és azok összeértek, egymást segítették, egymással küzdöttek. De Európa e tekintetben ugye több száz, több ezer éves múltra tekint vissza, ott jobban meggyökeresedtek a nemzetek, és ezek a nemzetek, ha nem is autonóm módon egymástól elzárva értek, hát tekintsünk csak Magyarországra, oda szászok települtek be, románok települtek be, toltok települtek be, és megtalálta ez az új összetételű ország is a maga boldogságát. De most ugye a multikulturalizmust, hogyha említjük, akkor nem egyszerűen arról beszélünk, hogy több nyelvű országról van szó, hanem arról beszélünk, hogy többféle kultúra találkozik ott. Például keresztény és muszlim kultúra, ami most a fő kérdés, ugye a migrációs válság idején. Hogy ezt Európa hogyan viseli, hogyan tűri, hogyan kezeli. És ha megnézzük, hogy Nyugat-Európában mi történt az elmúlt évtizedekben, akkor kétségtelen tény, hogy nyert is belőle Nyugat-Európa elvégre, ha Franciaországra tekintünk, főleg a 60-as, 70-es évekre, amikor volt gyarmatterületekről kifejezetten betelepítettek munkaerőt, és ott az ipari fejlődésnek szüksége volt erre a munkaerőre, de aztán kiderült, hogy 30-40-50 évvel később a második, harmadik generációk már nehezebben találják a helyüket, nehezebben találják a boldogulásokat, és olyan forpontok jönnek létre, olyan feszültségek jönnek létre a társadalomban, amelyek nehezen kezelhetők, vagy nem kezelhetőek. Sok összetevős. És e tekintetben Közép-Európa egy másik úton jár, soha nem volt gyarmatbirodalmon, soha nem kellett senkivel szemben felelősséget vállalni, soha nem kellett befogadni olyan más kultúrájú bevándorlókat, mint Nyugat-Európának. Na, és igen, nem kellett.
nem volt egy olyan összeköttetés, mint Nagy-Britanniának, ahol volt egy kulturális ismeret, és volt egyfajta lelkiismeret, furdalát is ismert ezeket a nemzeteket, ezeket a területeket elég erőteljesen kihasználták, kiaknázták. Tehát volt mit visszaadni ezeknek az országoknak, ezeknek az embereknek. De nyilvánvaló, hogyha pusztán a menekült kérdést veszük alapul, akkor a menekült kérdésben megvan a felelőssége Közép-Európának is. Ezt a felelősséget kell vállalni. Mondom, hogyha menekültekről beszélünk. De itt népvándorlásról van szó. Kik a menekültek? Tudjuk Magyarországon, hogy illetve Európában, kik egyáltalán a menekültek? Hát tudni kell, ugye most egy minden hasonlat sántít, az enyém is sántítani fog. Azt szokás mondani, hogy az ember meddig megy befelé az erdőbe, a közepéig, onnan kifelé megy. Tehát a menekült is, volt a jugoszláv háború, amikor a délszláv háború, amikor megindultak Szerbia, főleg Bosznia felől menekültek az állampolgárok, és Magyarországon kötöttek ki, és Magyarország abszolút befogadó volt, hiszen mi voltunk a szomszédos ország. Ki az, akinek elsődlegesen segítséget kell nyújtani a menekülteknek, aki a szomszédban van. De most már ahonnan eljönnek, ha csak Szíriát tekintjük, akkor vannak köztes országok. Ha meg Afrikáról beszélünk, vagy Pakisztánról beszélünk, vagy Bangladesről beszélünk, akkor tehát ott nincs olyan típusú háború, ami egyáltalán az elindulásnak a feltételeit megteremteni. Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés, hogy ki a menekült, honnan indult, milyen körülmények között, meddig menekült a menekült. Igen. Azt hiszem, hogy erre nincsen normális struktúra még az Európai Unióval, mert végül is Kanada hosszú évtizedek óta élete körülbelül 250 ezer új bevándorlót fogad. Ezt összehasonlítom egy 32 milliós országgal, és veszem a több mint 500 milliós Európai Uniót, akkor ez arányítva körülbelül 4,5 millió ember jelentene évente. Csak az egy óriási különbség, hogy Kanada egy ország, egy kormánnyal, egy döntéshozatali mechanizmussal. Tehát az európai, és meglévő struktúrával. Az Európai Unióban, tehát az a fajta módszertan, hogy a nagy nyugat-európai országok kitárják a határaikat, majd azt mondják, hogy az úgynevezett menekülteket, azokat szétterítjük egész az Európai Unióba, annak nincs meg a mechanizmusa, és Kelet-Közép-Európában sokkal több félelmet éleszt, mint sem reményt fakaszt, hogy olyan migránsok érkeznek, akik hozzáadnak az ország értékéhez. Azért azt ne felejtsük el, Magyarország nem egy zárt társadalom. Magyarországon élnek arabok, élnek kínaiak, nem 100 számra, de 1000, 10000 számra. Ezek oda beilleszkedtek, alkalmazkodtak, mondhatni azt is, hogy asszimilálódtak. Tekintettel vannak a helyi kultúrára, és ezért egy jó környezetet alakítottak ki maguk számára is. És visszatérve 1956-ra és az elmondott beszédére, mi a véleménye, hogy Magyarország megfogadta 56 szellemiségét? Látszódik akár ma Magyarországon, hogy 56-ban milyen hűséges dolgok történtek, és meg volt az összefogás. Hat ez a mai magyar emberekre? Az összefogás az mindig bajban, elsősorban bajban mutatkozik meg. Tehát ha Magyarországon valami rendkívüli helyzet van, lásd, árvíz helyzet van, akkor van összefogás. Vannak olyan ügyek, amelyek mentén van összefogás, de alapvetően az összefogásnak általában hiányáról szoktunk beszélni. És hát 56-nak van egy kis sugárzása, van egy erős üzenete. Azt mondja a magyaroknak, hogy lám-lám, hogyan tudtunk egy teljesen végletesen rossz helyzetben valami ellen föllázadni és összefogni. És ez az üzenet, ez éltető erő. De a hétköznapok problémáit nem oldja meg. Tehát ott minden nap meg kell küzdeni egymással is. És ebből a küzdésből lehet, hogy kicsit több van Magyarországon, mint az egészséges lenne. Ennek politikai vagy gazdasági vetülete? Hát ennek vannak kulturális okai is. Tehát azért az a mondás, hogyha három magyar összehajol, akkor négy felé megy. Tehát ez nem új keletű. Hát ez mindig is jellemző volt.
mind a mellett azért ezek sztereotípiák. Tehát itt Kanadában is megtapasztalom, hogy a magyarok, akik egy idegen földön össze kéne, hogy fogjanak, azért meglátják a másikban az ellenséget is. És ez így van otthon is. Uh-huh. És ebben benne van különböző felfogások is. Tehát lásd például népvándorlás. Ki hogy közelít a népvándorláshoz? Individuális, humanitárius szempontokból elsősorban, vagy távlatosan azt mondva, hogy mekkora veszélyforrás van benne. Tehát innen nézve teljesen nyilvánvaló, hogy az az állapot nem járható, hogy egyszerűen emberek gondolnak egyet és átmennek egy határon. Tehát ezzel valamit kell tenni. Tehát ezt például Kanada nem tapasztalja meg. Hát nem, mert már fizikailag sem oda lehetséges. Oda repülőgépeket is elhozott, 25 ezer szíriai, de kiválogatott szíriai. Tehát családokat, nem fiatalokat, egyedülállókat is. Most e tekintetben a Magyarország pedig azt csinálta, hogy épít kórházat, épít iskolát Szíriában. Igen. És elsősorban hozzáteszem az ottani keresztény kisebbségeket támogatja, hogy a helyben tudjanak maradni. Igen. Tehát Magyarországnak az a mondása, amely mondás ugyan megkérdőjelezhető, de mégiscsak egy biztos pont, egy biztos alapállás, hogy ott kell segíteni, ahol a baj van, nem a bajt kell odavinni, ahol nincsen. Igen. Tehát azoknak a nyugat-európai, vagy a nyugati világnak, azoknak a nyugat-európai országoknak, de ebbe beleértendő az Egyesült Államok, vagy Kanada is, amelyek a világ élvonalába tartoznak, és sokkal jobb az életszínvonal, mint az úgynevezett rest world-ön, hogy kevesebb energiát, erőforrást kell elvenni ott, ahol ezek az erőforrások vannak, és több segítséget kell adni, hogy ott meg tudjanak élni az emberek, és ne induljanak el ilyen közlekedő edény módjára a jobban élhető területekre. Innen nézve egy picit úgy tűnik, hogy Magyarországon túlhangsúlyozott ez a jobb oldal, bal oldal, és nem is teljesen tiszta, hogy mit nevezünk jobb oldalnak, mit nevezünk bal oldalnak, miért nevezzük azt annak, és segítsen ebbe egy picit eligazodni, hogy miért van szükség ezekre a törésvonalaknak a kihangsúlyozására, az helyett, hogy egy picit az egész magyarságnak az összefogása, illetve a 15 vagy 14 millió magyarnak a megtartása érdekében történnének mindenféle politikai erők együttműködése. Hát, hogy a politikai erők együttműködése, ha együttműködnek a politikai erők, a választó nem nagyon látja a különbözőséget, és tulajdonképpen egyé olvad a politikai elit, és akkor nincs kik között választani. Tehát az, hogy ott van differencia, az egészséges. Most ez nem azt gondolja, hogy Kanadában így van. Okay. Nem így, mert itt is óriási harcok vannak. Tehát ott is kell, hogy harcok legyenek. A másik kérdés, hogy ezek a politikai harcok mennyire telepszenek rá az embernek az életére. Mennyire befolyásolják. És Kanada tekintetben egy boldogabb ország. Magyarország azért nem boldogabb, mert ugye szokás mondani, hogy Angliában 400 éve vágják a füvet, mi meg ugye 25 éve ültettük, és azóta nyesegetjük. Tehát van egyfajta tradicionális, kulturális lemaradásunk, inkább tradicionálisnak mondanám. A másik dolog az, hogy sok minden nincs még elrendezve. Tehát mi is keresünk az utat. A rendszerváltoztatás után egyértelműnek tűnt, semmi más nem kell csinálni, nyugatra tekinteni, mint Bacsányi mondta, vigyázó szemünket Párizsra vetni, lemásolni, hogy ott mi történik, és minden rendben lesz. Ezt a kísérlet ment 25 éven keresztül, nyugatra vetettük a szemünket, elsősorban azok a politikai erők nyertek egyébként, akik azt mondták, hogy ők a kapocs, ők a csatorna nyugat irányába, és aztán kiderült, hogy Magyarország 2008-ra olyan helyzetbe került, hogy csőd közelben kellett segítségért kapaszkodni. Nem tudtuk ezzel a nyugati segítséggel, példával a mi életünk problémáit megoldani. És akkor jön egy másik válasz, és ezért nem is reális már szerintem jobb és bal oldalról beszélni. Tehát ez egy régi, hagyományos, tradicionális, amit az emberek, a választópolgárok jobban értenek egyébként. Több zsigeri beidegződés de van. De nem tudják, hogy mit jelent. Hogy a baloldali az a kommunista, a jobboldali a hortista, fasiszta. Nagyjából így is tekintenek bizonyos választói rétegek egymásra. Ők azok, akik betonbiztosan elmozdíthatatlanok innen vagy onnan, de közben van egy globalista és van egy lokalista, mondjuk így. Tehát van olyan, aki elsősorban a helyi érdekeket, a helyi erőforrásokat
tekinti, és azt mondja, hogy nekünk saját magunknak kell megtalálni a boldogulásnak a lehetőségét, és ebben kell segítség rákapcsolódni a globális világra. A másik pedig azt mondja a globalista, hogy nekünk egyszerűen föl kell oldódni ebben a globális világban, és ez a globális világ segít majd megoldani a problémáinkat. Ma úgy látszik Magyarországon, hogy ez a fajta globális ajánlat, ennek kevesebb a hitelessége, pont a múlt miatt. És ezért jobban eltartják maguktól a magyarok. Tehát Magyarországon az úgynevezett baloldal, de mondom, ez nem érvényes, az úgynevezett baloldal az romokba hever, szétaprózódva, egymással is szemben állva, üzenet nélkül, személyiségek nélkül, erő nélkül. És ezért van egy úgynevezett jobboldali, szerintem inkább egy ilyen patrióta, lokalista világ, amelyik meg túlerőben van, egészségtelen túlerőben van, hagyd mondjam ezt így, mert minden erőnek kell egy ellensúlyának lennie, hogy az ne tévedjen. Ne tévesszen. Erre vannak a fékek és ellensúlyok, a sajtó, de a bíróság. A legerősebb fék és ellensúly, hogyha van egy politikai kiegyensúlyozottság. Az volt a mondás akkor a baloldali intellektuális réteg részéről, hogy csak egy elitje van Magyarországnak. Magyarul csak mi vagyunk. Senki más nincs. Ezért 98-ban, amikor semmi nem üzente azt, hogy hatalomváltás lehetséges, annyira erős volt az úgynevezett balliberális oldal, az SZDSZ meg az MSZP, akkor egy reveláció erejű volt, hogy a Fidesz, és ők egymással foglalkoztak le inkább. Ezzel adtak esélyt a jobb oldalnak, vagy a Fidesznek arra, hogy nyerjen és hatalomba kerüljön. Igen. Tehát ott kezdődött el egyfajta balanszírozás, hogy az úgynevezett jobb oldal az már vállalkozói világban, média világban, politika gyakorlás technikájában, tudásában is kezdett fölzárkózni. Ma meg pont a baloldal panaszolja azt, hogy eszköztelen, erőtlen, és ezt jó részt a Fidesznek tudja be. És azt kell mondanom, hogy minden politikai erő sokat szokott tenni azért, hogy a hatalommal stabilizálja a helyét. Tehát ebben van igazság, de azért ebben, hogy mennyire sikeres, abban az ellenzéknek is szerepe van. Tehát a futball hasonlatot hagy mondjak, mindenki olyan úgy játszik az ellenféllel szemben, ahogy az ellenfél azt hagyja. Ha az ellenfél annyira gyenge, hogy nem tud ellenállni, annak súlyos vereség lesz a vége. Mennyire érzik át az újságírók azt a fajta felelősséget, amit a sajtó, mint egy hatalmi ág idézőjelben kell, hogy képviseljen egy országban? Egy kicsit hagyj nyissam ki az objektívet. Jó. Tehát azért a média soha nincs önmagában. Az egy adott kulturális környezetben létezik. És a tekintetben nagy a különbség az úgynevezett angolszász média meg az kontinentális média között, hogy az angolszász médiában az elfogulatlan, pártatlan hírközlés az sokkal kívánatosabb, mint a kontinentális médiában. Ott az úgynevezett elkötelezett média iránt nagyobb az érdeklődés. Ezt csak azért említem, hogy nem pusztán... Nagyobb az érdeklődés, vagy az elvárás? Hát mind a kettő. Tehát a fogyasztói világ a kontinentális médiában sokkal inkább elvárja, hogy ne egyszerűen csak híreket adjanak tovább a médiumok, hanem azokat helyezzék kontextusba, mondják el, hogy azoknak mi értelme van, magyarázzák meg azoknak az értelmét. Ez még a szocializmusból jön? Nem. Ez nem Közép-Kelet-Európára érvényes, ez a kontinentális világra más érvényes. Országot mondanak? Más országokban is érvényes. Mondjuk Németországban? Franciaországban, Németországban is, csak ott máshol vannak a limitek. Okay. Tehát ahogy a pártok között is van egyfajta, mondjuk így, nem biztos, hogy jó szó Németországra vagy Franciaországra, mert ott nem egy nemzeti minimum van, hanem van valamiféle együttélési minimum. Mondjuk ezt a liberális demokrácia eszmerendszerének, vagy szóhasználatán, eszközrendszerének a minimuma. Mi az, amit mi elfogadunk alapként, és az alá nem megyünk, és ha valaki az alá megy, azt elutasítjuk. Tehát e tekintetben Közép-Kelet-Európa sokkal szabadabb, mert kevesebb ilyen, vagy jóval lentebb van a gát. Ezért nagyobbak a feszültségek, nagyobb, mélyebbek az összecsapások. De csak ezt azért említem, mert ha egy médium az
megpróbál ezen a kerettörténeten kívül, mondjuk teljesen középen állva beszélni a politikáról, akkor annak nincsen közönsége Magyarországon. Voltak ilyen próbálkozások, nem tudom, megvan-e a Respublika, megvan-e a Köztársaság. Ezek a 90-es években létező újságok voltak, mind a kettő heti lap volt, nagyjából hasonló szerkesztőséggel. Meghaltak. Tehát azok, amelyek az úgynevezett pánstruktúrához nem csatlakoztak valamilyen módon, azok eltűntek. Most Magyarországon annyiban új a helyzet, hogy az úgynevezett jobboldali, az egyszerűség kedvéért mondom így, mögötti vállalkozói világ, meg politikai világ is sokkal színesebbé vált, mint korábban volt. Tehát ahogy a Fidesz, ahogy nőtt föl, az nagyon tömbös szerkezetű volt. És most már ez a tömbös szerkezet megszűnt, a médiában is megszűnt. Vannak olyan vállalkozók, amelyek képesek fönntartani olyan médiát, amelyek jobb oldalon vannak, ebben az eszmerendszerben, ebben az értékvilágban helyezik el magukat, de nem kormány szócsőként gondolnak magukra. Mi is így tekintünk a heti válaszra. Tehát ezért lehet azt érzékelni, hogy nekünk vannak kritikus írásaink, nem kicsi számban, mert vannak olyan jelenségek, amelyek szerintünk az általunk elképzett polgári világban nem illenek bele, és ezt a Fidesznek is tudomásul kéne vennie, ugyanakkor meg mégiscsak fő irányaiban támogatjuk a kormánynak a politikáját, meg cselekvését. A mai állapotokat tekintve hogyan néz ki ez a mai Magyarország? Ma nem látszik az az erő, amelyik a Fideszt a hatalomból ki tudná billenteni. De erre azt tudom mondani, hogy nem látszott 1996-ban semmilyen erő, amely 98-ra előrevetítve a MSZP-SZDSZ koalíciót ki tudta volna robbantani. És ez nem látszott még 98 tavaszának az elején is. Én emlékszem rá, akkor még a Reform című lapnál dolgoztam, és készítettem egy interjút Ölgyesi Péterrel, aki akkor már közelített a Fideszhez. Ilyet, tehát már eljött az SZDSZ-től. Egy nagy bejelentés volt, hogy aláért egy megállapodási egyezményt Orbán Viktorral, és amikor én készítettem el az interjút, azt mondta, hogy 98-ban még semmi esélye nincs a Fidesznek hatalomba kerülnie, nagy valószínűséggel még 2002-ben se lesz, majd utána. Ehhez képest 98-ban a Fidesz hatalomba került. Én azt gondolom, hogy ha a Fidesz nem javít azokon a közéletben vagy a társadalomban feszültséget teremtő területeken, ahol kellene korrigálni, akkor előfordulhat az, hogy 98-ban koalícióra fog kényszerülni. Tehát, hogy nem tud úgy választást nyerni, hogy ne kelljen maga mellé valakit a hatalomba bevennie. De a Fidesznek is van esélye, illetve Orbán Viktornak is van arra esélye, hogy ezt a korrekciót megtegye, és akkor nem látszik senki, aki meg tudná kérdőjelezni a folytatást.